Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják május 8-án pénteken este 7 órakor. Mutatjuk a főbb híreket egy-egy mondatban. Parancsnok érkezett a Margaréta idős otthonba. Több fa és zöld felület kerül a jelenlegi elképzelések szerint a centrumáruház környékére. A Petőfi városban megcsonkolt fákért kártérítésére 10 millió fa Kecskemét csoport szerint. Parancsnok érkezett a Margaréta otthonba kedden. A kormány új rendelete szerint az ország minden olyan idős otthonába, ahol 200 fő fölötti szépkorúnak biztosítanak lakhelyet, parancsnokot vezényelnek. A Kecskeméti Margarétába a Bács-Kiskun megyei kórház parancsnoka Söröli Róbert érkezett, akinek legfőbb feladata a járványügyi óvintézkedések betartásának ellenőrzése, valamint a mindenkori segítségnyújtás. Molnár H. Boglárka kolléganőnk a parancsnokkal, valamint az intézmény vezetőjével, dr. Pataki Mariannal beszélgetett. Magyarország kormánya március 29-e óta működő kórházparancsnoki rendszert bővítette április 29-i kormányrendeletével a 200 férőhely fölötti idősek gondozására kialakított otthonoknak intézményparancsnoki rendszerbe történő bevonásával. Ugye ide intézményparancsnokokat jelöltek ki. Ezek a kijelölések a jelenleg működő kórházparancsnoki rendszert felhasználva azokon a településeken, illetve azoknak a körzetében igyekeztek ezeket a személyeket kijelölni, akik jelenleg is hasonló feladatokat látnak el. Pontosan a feladatom hasonlóképpen, mint a kórházban, ugye megegyezik a feladatkörünk, hatáskörünk, jogkörünk, tehát igazándiból a központi beszerzésű eszközöknek a felügyelete, megóvása, ezeknek a biztosítása, akkor ellenőrzéseknek a végrehajtása, ugye a védőeszközöknek, a védőfelszereléseknek a használatával kapcsolatban, a intézményekbe való beléptetésnek az előírás szerinti végrehajtása, tehát hogy ott a fertőtlenítéseket, védőeszköz használatokat, ezek megtörténnek-e, valamint a központ, illetve a helyi szabályzóknak a betartása, azoknak a végrehajtása, illetve hogyha valami olyan kérdés van az operatív törzs részéről az intézmény felé, sürgős választ kell, hogy kapjanak, akkor ezeket rajtunk keresztül teszik meg, illetve hát ez mellett még nagyon sok más feladatunk is van. Mi egy hete látjuk el itt ezt a feladatkört. Ez a hét igazándiból annyira volt még elegendő, hogy a eddigi intézkedéseket tanulmányoztuk, illetve a igazgatónő körbevezetett bennünket az intézménybe, hogy hogy és mint oldották meg a központi utasításokat, úgyhogy még a munkának a javarésze hátra van, most fog kezdődni lényegében. Amit elmondanék itt az egy hét tapasztalatai alapján, itt a intézményvezető asszony, illetve az igazgatónő, ahogy körbevezetett, illetve bemutatta itt az intézményt részünkre, én úgy látom, hogy maximálisan odafigyelnek és vigyáznak az idősekre, illetve az, hogy őket megóvják a fertőzéstől. A legelső volt a látogatási tilalomnak a bevezetése, illetve ezzel párhuzamosan, amikor már a járványhelyzet látszott, illetve elkezdődött, akkor a fertőtlenítések, védőfelszerelések használata, ezzel kapcsolatban a lakók, illetve a dolgozóinknak a tájékoztatása már elkezdődött. A látogatási tilalom után a kijárási tilalom elrendelése következett, illetve szépen sorban jöttek azok a szabályozások, hogy hogyan kell a kórházba kerülő ellátottainkat, időseinket visszavételkor elkülöníteni. Minden olyan közös foglalkozást le is állítottunk, amit ők nagyon nagy szeretettel csináltak, tehát nagyon szívesen részt vettek benne, illetve szabályoznunk kellett például az étkezésnek a folyamatát, tehát az ebédlőbe is nem egyszerre jönnek, hanem szárnyanként ütemezve, nem a szokásos rendszerint megy az étkezés, kettesével ülhetnek az asztalnál, tehát elég sok változás volt, amit most a járvány kapcsán muszáj volt megváltoztatni. Alapvetően tudni kell, hogy védőfelszereléseket mi egyébként is használunk. Tehát az idős otthonban azért ez nem idegen, hiszen influenza járvány is van, tehát mi odafigyelünk egyébként is az idősekre, nem volt szokatlan. Tehát tulajdonképpen induláskor is rendelkezésre álltak a védőfelszerelések, hiszen minden nap használják a kollégák. Nyilván itt egy más fokozatról beszélünk, más mennyiségről beszélünk, mert sokkal-sokkal többet használnak el a kollégák belőle. Több fa és zöld felület kerül a jelenlegi elképzelések szerint a centrumáruház környékére.
A felújítás során nem csak a parkolók és a járdák újulnak meg, hanem az igényeknek megfelelően több lesz a növény is a területen. A meglévőkön túl legalább 13 fát telepítenek majd az áruház köré. Gyakorlatilag itt is lesz egy nagyobb, majd 120 négyzetméteres sziget, itt egy ilyen 40-50 négyzetméteres sziget alakul ki. Itt is egy nagyobb egység, ott is egy 100-140 négyzetméter, akkor itt kanyarba is valamit próbáltunk elhelyeztetni. A jelenlegi tervek szerint még zöldebb lehet a Centrum Áruház környéke, mint a korábbi ismertetéskor, mutatta be az új elképzeléseket Király József önkormányzati képviselő. A parkolók és a gyalogos járdák felújításáról szóló lakossági fórumon és utána is többen jelezték, több zöld felületet szeretnének látni a területen. A feladat nehéz volt, hiszen már elkezdődött a beruházás. Itt azért nagyon kemény háttér beszélgetések mentek, és én azt gondolom mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ebben a pandémiás helyzetben is mindenféleképpen nagy segítség volt, hogy polgármester asszony is azt mondta, hogy nézzük meg, hogy milyen lehetőség van erre a változtatásra, hiszen ő is pártolta ezt a fajta elképzelést. Az áruház környéki terület rekonstrukciója teljes egészében Kecskemét költségvetéséből valósul meg, azonban az új zöld felületek és fák kialakításához és gondozásához közösségi összefogásra lesz szükség. Ez egy olyan közös összefogással elkészült élet, amire mindenki büszke lehet, amikor majd elkészül. Mert lesznek plusz fák, zöld felületek, és ez egy közösségi akaratnak a megvalósítása, és ráadásul úgy, hogy ezt nem csak az, hogy elvárják a várostól, hanem igenis teszünk is érte. A mostani tervek szerint legkevesebb 13 fával és 3 zöld felülettel lesz több az áruház körül. Az új fák elültetéséhez szükséges közműegyeztetések most már folyamatban vannak, a megnövelt zöld felület szegélyét pedig folyamatosan készíti a kivitelező. A Petőfi városban megcsonkolt fákért kártérítés jár a 10 millió fa Kecskemét csoport szerint, mivel túlságosan és nem engedélyezett módon gallyazták azokat az NKM ZRT alvállalkozói. A túlzott visszametszésről feljelentés született, az érintettek pedig közös bejáráson is részt vettek a helyszínen. Ezeket a fotókat Farkas Barta Kata, a 10 millió fa Kecskemét csoport vezetője készítette a Petőfi városban. A képek tanúsága szerint az NKM áramhálózati Kft. Alvállalkozói alaposan visszavágták a fák lombkoronáját a Kullai közön, az Énekes, a Vízöntő és a Szüret utcában is. A túlzott ritkítás miatt Farkas Barta Kata feljelentést tett, mivel szerinte szakszerűtlen módon ritkították a fákat, ráadásul a vezetékek alatti 1 méteres kötelező védőtávolság helyett 4-6 méterrel vágták vissza azokat. Ebben az időszakban az ilyen jellegű visszavágások pedig a fák teljes halálát okozhatják a 10 millió fa Kecskemét csoport szerint, mivel a gyökérben tárolt tápanyag már elindult a lomb felé. Az nkmáramhálózat.hu-n az olvasható, hogy a szolgáltató ott végeztett beavatkozásokat, ahol az elektromos vezetékek biztonsági övezeteibe benőtt növényzetet túl veszélyesnek tartja a zavartalan villamos energia szempontjából. Ezeken a helyeken szerződött gallyazó alvállalkozókkal végeztetik el a szükséges beavatkozásokat törvényi felhatalmazásukkal élve. Az oldalon azt is írják, hogy az ilyen gallyazások esetén nem tudnak figyelembe venni esztétikai, illetve növényvédelmi és fametszési szempontokat. Emellett pedig a villamos energiáról szóló törvény alapján az NKM áramhálózati Kft. A növények vegetációs idejétől függetlenül jogosult a gallyazási munkálatok elvégzésére, illetve elvégeztetésére. A feljelentés miatt helyszíni bejárást tartottak az érintettekkel, ennek nyomán pedig elindult az együttműködés az önkormányzat, a szolgáltató és az alvállalkozó munkatársai között. Az NKM ZRT sajtószóvivője szerint jelenleg is zajlanak az egyeztetések a felek között, hogy megoldják a problémát. Ennek eredményéről tájékoztatni fogják a lakosságot. Teljesen lefertőtlenítették a katonatelepi orvosi rendelőt. Egy városrészben működő vállalkozás felajánlásaként nem csak tisztítószereket kaptak a házi orvosok, de egy gőzképző készülékkel vegyszeresen is sterilizáltak mindent. A cég a vészhelyzet ideje alatt ingyenesen és folyamatosan elvégzi majd a szükséges munkálatokat a betegek és orvosok védelme érdekében. Ez egy sterilizáló vegyszer, ami tulajdonképpen a légtéren keresztül fertőtlenítik. Stábunk kamerája előtt üzemelték be azt a tisztítógépet ma a Hunger Clips Kft. Munkatársai, amely a katonatelepi rendelők épületének minden helyiségét sterilizálta.
A katonaságnál is rendszeresített folyékony vegyszert a gép mikromolekulákkal robbantja szét, azaz gőzszerűen szétteríti, ami a legapróbb helyekre is bejut. Ráadásul a levegő mozgását is követi a tisztító felhő, így a vírusok és baktériumok útját is bejárja a sterilizáló anyag. Ezt a vészhelyzet idejére biztosítjuk a doktornőnek, hogy ha szükséges, időközönként jövünk és újra megcsináljuk, de biztosítottunk természetesen ingyenesen neki fertőtlenítőszert hozzá, eszközöket, amivel a napi takarítást könnyítjük meg. Az orvosok és asszisztensek örömmel fogadták a cég segítségét. Nagyon fontos, hogy a betegeinknek megőrizzük azt a biztonságérzetét, hogy ha ide jönnek, akkor itt másik betegtől nem kapnak el betegséget. És ezért örültem ennek, bár maximálisan ügyelünk a lehetőségekre, a fertőtlenítésre. A fertőtlenítési munkát dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő is megtekintette, akinek szerepe volt abban, hogy a rendelő megtisztulhatott. Elsődlegesen Fekete Béla úr az érdem, ő keresett meg engem, hogy van egy családi cég, amik ilyen fertőtlenítéssel foglalkozik, és hogy megkérdezte, hogy hol lehetne ezt a fertőtlenítést elvégezni, mi az, ami segítség lehetne Katonatelepnek. A képviselőnek egyből a rendelő jutott az eszébe, így segített a vállalkozóknak. A fertőtlenítés végén mindenki örömmel szemlélte a megtisztult helyiségeket, az igazi nyertesek azonban a katonatelepi páciensek lesznek. A kormány döntése értelmében hétfőtől újraindulhatott az általános fogászati tevékenység, azaz már nem csak sürgős eseteket láthatnak el a fogorvosok. A rendelőket azonban kizárólag a szigorú járványügyi szabályok betartása mellett lehet látogatni, és felszólították a fogorvosokat, hogy az egészségkárosodás nélkül halasztható beavatkozásokkal még várjanak. Koronavírus tesztet csak azoknak a pácienseknek kell végeztetniük, akiknél felmerül a gyanú. Néhány hét is végtelen hosszú idő annak, akit fogfájás kínoz. Sokan kitörő örömmel fogadták a kormány döntést, miszerint hétfőtől újraindulhatott az általános fogászati tevékenység a szakrendelőkben és a magánpraxisokban. Így akár már egy hivatalosan nem sürgősnek ítélt tömésre is el lehet jutni. Annál a rendelőnél, amelyik sikeresen fel tudott készülni a váratlan fordulatra, egészen biztos, hogy most folyton csöng a telefon. Így van ez a fix fogsor rendelő kecskeméti telephelyén is. A fogászati ellátás azonban csak a szigorú járványügyi előírások betartása mellett folyhat. Már az első telefonbeszélgetés alkalmával, amikor egy páciens bejelentkezik és időpontot kér, akkor igyekszünk tájékozódni arról, hogy fennállhat-e esetleg annak a gyanúja, hogy ő fertőzött, illetve a környezetében van-e valaki, aki megfertőzödhetett. Tehát ilyenkor egy pár kérdést teszünk fel. Ezek után az időpontokat úgy osztjuk ki, hogy lehetőség szerint a páciensek ne találkozzanak egymással, azaz egy-egy kezelésre lényegesen több időt hagyunk ki. A rendelőbe érkezve érintésmentes infrahőmérővel megmérik a páciensek testhőmérsékletét, valamint újból felteszik azokat a kérdéseket, amelyekkel a fertőzés veszélyt igyekeznek kizárni. Amennyiben bárkinél felmerül a fertőzöttség gyanúja, PCR-tesztet kell végeztetnie, és csak negatív eredmény esetén látják el. Mindenkit potenciális hordozónak kell tekinteni, így az is nagyon fontos, hogy minden páciens után fertőtleníteni kell a rendelők levegőjét. Ez is megnyújtja azt az időt, amely egy-egy kezelésre jut. Egy nap tehát kevesebb ember tudnak fogadni most a fogorvosok, mint a járvány előtti időszakban. A fogászaton belül a legizgalmasabb kérdés az aeroszol képződéssel járó fogfúrás, fogaknak a csiszolása, amikor ugye a magas fordulatú fúrókat hűteni kell egy vízsprével, ami utána a rendelő levegőjébe is szállhat. Ennek a kezelésére kell bizonyos óvintézkedéseket megtenni. Például egy jó módszer a rendelő levegőjét szűrő vírusvédelemmel is ellátott vírusölő hatású levegőszűrőkészülék. De a járványidőszakban megjelentek a fogászati piacon olyan nagy teljesítményű elszívókészülékek is, amelyek közvetlenül a páciens szájához igazodva elszívják az aeroszol nagy részét, mielőtt az a levegőben szétterjedne, mondta dr. Szabó László. Az újranyitás nem garancia arra, hogy akár már másnap eljutunk fogászati kezelésre,
nem beszélve arról, hogy a járvány eddigi időszakában is gyűltek a nevek a várólistákon. Így fontos, hogy a továbbiakban is megőrizzük türelmünket. Több mint a duplájára nőtte a munkaerőkölcsönzők közjelentkezők száma. A vírusjárvány miatt elsőként a kölcsönzött munkaerőt bocsátották el a cégek, nekik precíz önéletrajzzal van nagyobb esélyük állást találni. Az új munkanélküliek között kiemelkedő a betanított munkások és a vendéglátásban dolgozók száma. A kialakult munkaerőpiaci helyzetben érdemes a munkát keresőknek kilépniük a komfortzónájukból. A megváltozott munkaerőpiaci helyzet nem csak a munkavállalóknak, hanem a munkaerőkölcsönző cégeknek is sok gondot okoz. Az egyik kecskeméti kölcsönző irodában az elmúlt időszakban több mint kétszeresére nőtt az álláskeresők száma. A felszabadult munkaerőnek próbálnak minél előbb új állást találni. Ez a jelenlegi helyzetben nagyon nem könnyű senki számára. És ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy azért ilyen esetben az a kölcsönzött munkavállalók voltak az elsők között, akiktől a cégek ugye megváltak. Gyivko Anita kirendeltségvezető szerint érezhetően többen keresnek munkát, főleg betanított munkakörökben és a vendéglátás területén dolgozók. A munkaerőkölcsönzők álláskeresési tanácsadással és önéletrajzírási tanácsokkal is segítenek az álláskeresőknek. Az önéletrajznak ugye a pontos, precíz megírása, az pedig ugye a jövőben nagyon megkönnyíti a mi munkánkat is, és ugye az álláskeresőknek pedig az elhelyezkedési esélyét, mert minél pontosabban, precízebben van felsorolva az, hogy milyen végzettsége van, hol dolgozott, milyen munkakörben, ugye mi is annál jobban tudjuk az ajánlatokat, testre szabottabban tudjuk nekik kínálni. Gyivko Anita azt is elmondta, hogy a vírus előtt lendületesen nőtt a fizikai dolgozóknak kínált munkabér, azonban ez mára megállt. A kölcsönző cégek azt mondják, hogy érdemes kilépni a komfortzónából és más városrészben vagy másfajta állást is keresni, mint korábban. Így nagyobb eséllyel lehet munkát találni. A gazdasági védekezés eredményeiről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli rádióinterjújában. A kormányfő hangsúlyozta azt is, még nincs itt az ideje a gyorsabb nyitásnak. Az iskolák újranyitását nem látja indokoltnak, a gazdaság újraindítása kapcsán pedig a miniszterelnök megjegyezte, hogy lesznek munkahelyek sokkal gyorsabban, mint a sokan gondolnák. A politikusok és az újságírók maradjanak meg a szakmájuknál, a járvánnyal kapcsolatos elemzéseket meg kell hagyni az orvosoknak és kutatóknak, mondta a miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor kiemelte, továbbra is vigyázzunk egymásra, tartsuk be a védőtávolságot és használjunk maszkot. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy ő sietne a gazdaság és az élet gyorsabb újraindításával, de a szakemberek véleménye alapján ezt még nem lehet meglépni. Orbán Viktor szerint, amíg nem csökken a halálozások száma, addig nincs itt az ideje a gyorsabb nyitásnak. Az érettségivel kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette, az oktatási rendszer jól vizsgázott, hiszen az érintett diákok 97%-a élt a lehetőséggel. Ugyanakkor az iskolák újranyitását egyelőre nem látja indokoltnak. Ennek egyik oka, hogy bár az iskolák most is nyitva vannak, ügyeletet tartanak, nagyon kevés szülő adja be gyermekét. Orbán Viktor szerint azt kell bizonyítani a válságban, hogy az állam hűséges a polgáraihoz, vagyis nem hagyja őket magukra. A kormány ott van az emberek mellett. A miniszterelnök úgy látja, hogy bár a védekezéshez szükséges eszközöket sikerült hazánknak beszereznie, a jövő mégsem ez kell, hogy legyen. Mint fogalmazott, saját magunk is készen állunk a maszkok, valamint a lélegeztetőgépek gyártására, mert ha igazán nagy baj van, csak saját magunkra számíthatunk. Az áprilisi gazdasági adatok brutálisak lesznek, mondta a kormányfő. A bajt a munkahelyek elvesztésénél látja. Már elindult az állami munkahelyek teremtésének előkészítése, növelik a közfoglalkoztatottak számát, és a hadsereg is toboroz. 163 ezer magyar kért eddig segítséget, a kormánynak az a feladata, hogy ezt megadja. A munkanélküliség kezelését Orbán Viktor továbbra is a fejlesztésekben és a munkahelyek teremtésében látja. A kormányfő hangsúlyozta, lesznek munkahelyek sokkal gyorsabban, mint azt sokan gondolnák. Részletes tájékoztatót tett közzé honlapján a Bács-Kiskun megyei kórház az egyes számú belgyógyászat, azaz a kardiológia osztály újrainduló szakrendeléseiről.
Az új típusú védekezés fontos eleme a mindennapi élet, és ennek részeként az egészségügyi ellátás újraindítása. Ennek keretében újraindultak az egyes számú belgyógyászat, kardiológia osztály, kardiológiai szakrendelései is a rendelőintézetben. Olvasható a közlemény a Bács-Kiskun megyei kórház honlapján. A rendelőintézeti szakrendeléseken kezdetben kizárólag májusra előjegyzéssel már rendelkező betegeiket fogadják a korábban megszokott beosztási rend szerint. Május 11-től azonban már házi orvosi beutaló birtokában megkezdik az új előjegyzések kiadását is, melynek során rögzítik a betegek telefonszámát és a beutaló adatait. Valamennyi előjegyzett beteg esetében telefonon történő szakorvosi telemedicina ellátás történik. Személyes behívásra csak indokolt esetben a telemedicina konzultáció alapján kerülhet sor. Ezzel egy időben a járványügyi védekezés előző szakaszában elindított konzultációs telefonszolgáltatásukat felfüggesztik. Az eddigi telefonszámon május 11-től reggel 8 és 9 óra között lehet igényelni új előjegyzést. A járóbetegek ekokardiográfiás vizsgálata a korábbi rendtől eltérően a rendelőintézet első emelet 120-as számú rendelőjében történik. A terheléses EKG holter várhatóan május 18-ától indul el. A részletekről a kórház később ad tájékoztatást. További információkért keressék fel online hírportálunkat a hiros.hu-t vagy a megyei kórház honlapját. Hétvégén újra kinyit a zsíppiac, közölte az intézmény és piacfenntartó szervezet. Természetesen mind az árusoknak, mind a vásárlóknak szigorú óvintézkedéseket kell betartaniuk. Ha sokan érkeznének egyszerre a Szent László körúti használt piacra, a kapuknál számítani lehet a szakasos beengedésre. A 65 év alatti vásárlók reggel 5:30 és 10 óra között, valamint 12 óra után, a 65 évnél idősebbek pedig 10 és 12 óra között látogathatják a vásárt szombaton és vasárnap. Szájmaszkot mindenki köteles viselni a helyszínen. Belépéskor az árusoktól elfogadják a márciusra megváltott bérleteiket. A piacfenntartó szervezet kéri, hogy a vasárnapi tumultus elkerülése érdekében inkább szombatra időzítsük a zsíppiac látogatását. Eddig soha nem látott képekkel mutatjuk be a kecskeméti Mercedes-Benz fényező üzemét. Stábunkat beengedték a különböző részlegekbe, ahol megmutatták nekünk, hogy hogyan is zajlik a munka. Kézzel is ellenőrzik a fényezést az autókon a kecskeméti Mercedes gyárban. A fényező üzemben közel 500-an dolgoznak minden nap három műszakban. A gyár legmagasabb épületrésze szintén a fényező üzemhez tartozik, ami 55 méter magas. A törvényi szabályozás és a légi közlekedés biztonsága érdekében az üzem kéménye piros-fehér-piros festést kapott, oldalán Kecskemét címerével. A csarnok tehát több emeletes. A Mercedes-Benz minőség elérése alapos korrózióvédelemmel kezdődik, melynek része a katódos merítőlakkozás és a varratt tömítés. A dolgozók feladata közé tartozik, hogy a karosszériát korrózió ellen védjék, és a lemezillesztéseket tömítsék. Ezután következik a karosszériák fényezésre való előkészítése, csiszolása, és ezt követi majd a vevői igények szerinti fényezés. A fényezősor előtt egy emutollakból álló berendezés végig törli a karosszériát, hogy a felületen biztosan ne maradjon semmi szennyeződés. Jelenleg 11 különböző színfestését végzik az ott dolgozók. Ebből egy matt, a többi pedig fényes lak bevonásával történik. A festék rétegek száma 4, amiből egy korrózióvédő merítőlakkozással, 3 pedig robotok segítségével kerül fel a karosszériára. A leggyakrabban festett színek a fehér, a szürke és a fekete. A fényezés egy teljesen automatizált munkafolyamat, ahol fényező és ajtónyitó robotok végzik a munkát, de ezeknél a fázisoknál sem pótolható teljesen az emberi munkaerő. Itt is szakértő berendezéskezelők felügyelete alatt történik a gyártás. A következő lépés a fényezett felület ellenőrzése. Ha eltéréseket tapasztalnak a munkatársak a minőségi előírásoktól, akkor utómunkálást végeznek. Az utolsó fázis pedig az üregvédelem, mely során vakszerű anyagot juttatnak a karosszéria üregeibe.
Ahogy a gyár többi területén is, úgy a fényező üzemben is számos védőintézkedést vezettek be, mellyel a kollégák egészségét óvják. Ezek közé tartozik a pihenőhelyek kibővítése, ahol a biztonságos 1,5 méteres távolság megtartása biztosított. Mindenki maszkot visel a csarnokban, munka közben is. Figyelnek továbbá az étkezőben, sorban álláskor és munka közben is a biztonságos távolság megtartására. Az ajtó kilincsekre pedig egy ideiglenes segédeszköz szereltek fel, hogy alkarral is ki tudják nyitni azokat. Összeütközött két személyautó csütörtök délután az 52-es főúton. Mindkét jármű Kecskemét felől Fülöpszállás irányába tartott. Az elől haladó Opel személyautó sofőrje irányjelzés nélkül kezdte meg a balra kanyarodást egy földútra, miközben a mögötte haladó BMW már belekezdett az előzésbe. A BMW sofőrje elmondta, hiába dudált és vészfékezett, az autó bekanyarodott elé, és már nem tudta elkerülni az ütközést. A kiérkező mentők a vétlen autó sofőrjét a helyszínen ellátták. A tűzoltók pedig áramtalanították a gépkocsikat. A műszaki beavatkozás ideje alatt rendőri irányítás mellett félpályán haladt a forgalom. A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy mivel a tömeges érintkezés továbbra is komoly veszély, ezért a futszál, valamint a másod- és harmadosztályú, a megyei és utánpótlás bajnokságok idénye befejeződik. A férfi nagypályás bajnokságok közül az MB2 és MB3-as bajnokságok esetében a kiírás elveit követve a félbemaradt bajnokságok záró táblázata alapján jelölik ki a feljutókat és a kiesőket, valamint a megyei első osztályokból a feljutókat az MB3-ba. A teremlabdarúgó bajnokságban nincs sem feljutó, sem kieső klub, így a Szkorgó a Kecskemét futszál csapata a következő idényt is az élvonalban kezdheti meg. A tavaly feljutó egyesület számára az idei egy tanuló év volt. A 18 alapszakasz mérkőzéséből 3-at megnyert, egy pedig döntetlennel zárult. A télen komoly erősítés érkezett, ám az alsóházi rájátszásokból csak 2 mérkőzést tudtak lejátszani. Dr. Vesz Tamás, a Szkorgó ügyvezető elnök elmondta, fontos és felelősségteljes döntés született az MLS részéről. Jó lett volna befejezni a bajnokságot természetesen, és mindenfajta hátsó mendemonda nélkül azt mondani, hogy mi így maradtunk bent az NB1-ben, de azt látni kell, hogy azért ennek a bajnokságnak a folytatása úgy, hogy betartani a különböző egészségügyi szabályokat, az nagyon kemény lett volna, mind költségvetésügyileg, mind emberileg. Hozzátette, biztosat csak pár hónap múlva tud mondani, jelenleg bizakodnak, és az a cél lebeg a szemük előtt, hogy olyan ütőképes keretet alakítsanak ki, amely akár a középmezőnybe is képes lesz beverekedni magát. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Parancsnok érkezett a Margaréta idős otthonba. Több fa és zöld felület kerül a jelenlegi elképzelések szerint a centrumáruház környékére. A Petőfi városban megcsonkolt fákért kártérítésére 10 millió fa Kecskemét csoport szerint. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím hírös.hu. A hírös híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor a szokott időben várjuk majd önöket. Ha tehetik, nézzenek akkor is bennünket. Köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Szép hétvégét kívánok mindannyiuknak. Viszontlátásra! Szombaton a napsütést némi gomoly felhő és több-kevesebb fátyol felhő szűrheti. Csapadék nem lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. Vasárnap felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű.
A szél azonban több felé megerősödik. Hajnalban 12 fokot, napközben pedig 27 fokot mérhetünk majd. Hétfőn nagy részt fátyolfelhős idő várható, napközben a szelet erős, estétől pedig már egyre nagyobb területen viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 16 fok között, míg a legmagasabb hőmérséklet 25 és 29 fok között valószínű.